Sziasztok! A mai videóban egy képregényes sztorit hozok el, méghozzá amikor Pókember és Venom összefogott Carnage ellen. Kezdjük is! Amikor borzalmas gyilkosság sorozat tizedeli New York lakóit, Pókember kénytelen Venommal összeállni. Vérontó megöli Peter barátját, Csipet, és ez csak az egyetlen hét alatt történt tucatnyi brutális gyilkosság közül. Az összes helyszínen megtalálják Vérontó vérrel írt kézjegyét, Parker először pedig erre azt hiszi, hogy Venom az elkövető. Amikor megtudja, hogy Brock korábban Kletus Cassidy cellatársa volt, aki kiszabadult a börtönből, ezen a nyomon elindulva rájön, hogy a valódi elkövető nem más, mint Vérontó tehát. Póki összecsap a szörnyel és rádöbben, hogy Vérontó talán túl nagy falat neki. Amikor Vérontó megszökik és egy egész családot lemészárol, igen, mondjuk ez eléggé horror, Pókember kénytelen Venomhoz fordulni segítségért. Eddie Brock beleegyezik, hogy segít neki, amikor megtudja, hogy Vérontó az ő Venom szimbiótájának porontja, és az ártatlan embereket gyilkol, ami még számára is elfogadhatatlan. Hát ugye ezért is állítja be a Venom karakterét a Sony ilyen antihősként, mert Venom igazából csak Pókemberen akar bosszút állni, legalábbis Eddie Brock ő nem akar annyira gonosz lenni, ez fontos így megjegyezni. Mindeközben Vérontó folytatja az öldöklést, Venom a távolban érzékel Vérontó hollétét és követi bérlakásig. Pókemberrel közösen összecsapnak vele, ám a gonosztevő meglép. Vérontó következő célpontja J. Jonah Jameson, akit nyilvánosan akar kivégezni egy Madison Square Gardenben rendezett koncerten. Pókember és Venom épp időben vonatkozik közbe, a küzdelem átterjed a Penn Stationre és a föld alatti metró alagutakba, majd újra a zenérába folytatódik. Pókember mozgásképtelenné teszi Vérontót az aréna hangfalaiból érkező hanglökettel, ám Venom kihasználja a lehetőséget és Pókfa ellen fordul. Mr. Fantasztikus fákja éppen időben érkeznek, hogy hangpuskájukkal ártalmatlanná tegyék Venomot. Pókember megszegi az ígéretét és nem szabadítja ki Venomot Vérontó legyőzése után, emiatt Venom még mindig neheztel rá. Pókemberről még jönni fognak ilyen képregényes dolgok, ugyanis Pókembernek a végzetéről is jön egy rövidke videó, és most ez egy ilyen rövidebb hét. Ezen kívül ugye a héten megjelen még további 3 videó, jövő héten csak 3-at tervezek, a nagyobb hét újra, amikor sok videó jön, az a galaxis őrzői hét lesz, akkor jön a szokásos, amit már a hangyába is bevezettünk. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök videó, és még hétvégén is jön majd videó. Szóval ennyi lett volna ez a videó, további tartalmakért iratkozzatok fel, sziasztok!